Ezzel a speciális eszközzel a kapus díjbenszel a lábukon edzettek a hálóőrök a Tiszaligedben. Ezzel a gumiköteles tréninggel a kapusok dinamikája, gyorsasága, stabilitása, helyes testtartása fejleszthető. Igen. Ez a tréningek között egy igencsak specifikus irányvonal, bár tette hozzá Király Gábor, maga a kapusposzt is specifikus, hiszen a hálóőröknek elengedhetetlen a kézzel lábbal való koordináció ellentétben a mezőnyátékosokkal. Eleve nem csak arról szól egy kapusnak a feladata, hogy fogja meg a labdát, vagy vetődjön, azt a vetődést el kell valamiből indítani, tehát a súlypont, az egész technika, a lábszélesség, a kéztartás, hol legyen a kéz, hogy legyen behajlítva, tehát ezek nagyon fontosak egy hatékony védés érdekében. Ugye egy kapus általában nagyon, nagyon ruganyos, jól tud nyújtani, és éppen ezért ha 5-10 percig nem foglalkoztatják, akkor is jön egy lövés, akkor is egy, egy álló helyzetből kell a legnagyobb izom fejlesztést megcsinálni, izom munkát. Ebben is segít a gumikötél, aminek erőssége változtatható, hiszen több félét lehet használni. Ez az, igen, könnyedén. Nem csak a térd stabilitása javul, hanem a boka, a csípő, a váll és a hát mechanizmusa is. Király Gábor elmondta, hogy versenyszezonban is ajánlatos ezzel edzeni, a sűrűségét viszont mindenki maga válogatja. Valaki esetleg héten 10 percet használja, valaki minden nap 10 percet használja, valaki egy héten 40 percet használja, egy nap és utána nem is használja többet, hanem minden héten ez visszaköszön nála ez mind kapusedzőtől függ, a filozófiától függ, a munka mennyiségétől függ. Tehát nagyon szépen lehet ezzel az eszközzel dolgozni, és nagyon hatékonyan. Az eszköz azon túl, hogy formában tartja a kapust, a hibákra is remekül felhívja a figyelmet. Mindenre nagy szükség van, hiszen a kapusok szerepe is változott, fejlődött az évek alatt. A hálóőrök különböző meccs szituációkban söprögető szerepkört is betöltenek, hiszen rendszeresen kell ívelni, passzolni, Király Gábor, mint mondta, ezt 26 évesen tanulta meg. A labdarúgás atletikusabbá vált, erre pedig fel kell készíteni a gyerekeket és a felnőtt kapusokat egyaránt, tette hozzá a 108-szoros válogatott hálóőr.